Füzetek, ceruzák, radír, vonalzó, többek között ilyen papír és írószereket is gyűjtenek a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai. Az iskola kezdéshez szükséges eszközök beszerzése sokszor elérhetetlen a nehéz helyzetben élő több gyerekes családok számára. A felajánlott jó állapotú tanszerekkel nekik segítenek azok, akik odaadományozzák a már nem használt iskolaszereket. Itt mindenféle új vagy használt, de jó állapotú zsírkréta, körző, ceruza, füzet, iskolatáska, tiszta állapotban nyilván, úgyhogy ezeket is még várjuk sok szeretettel. Ezek a poharak tányárok pedig már egy újabb gyűjtési akció termékei. Tavaly évben szervezte meg a gondozási központ először a konyhai felszerelések gyűjtését, ugyanis a Covid időszak alatt sok hátrányos helyzetben élő család jelezte, hogy hiányoznak a háztartásából eszközök. Az első akció olyan sikeres volt, hogy fél óra alatt elfogytak a termékek, így most is várják a segítő szándékú emberek felajánlásait. Tulajdonképpen bármi jöhet, tehát a befőttes üvegtől, a szitán keresztül, a szűrőig, kanalak, tányérok, edények, az a lényeg, hogy tiszták és viszonylag azért jó állapotúak legyenek. A háztartási felszereléseket augusztus 31-ig várják a központ munkatársai, hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, pénteken pedig 2 óráig. Az iskolai tanszerekre pedig folyamatosan szükség van a tanév alatt, hiszen ezek fogyóeszközök.